Szekszárd városa és természetesen Tolna megye is az utóbbi évtizedben számos középülettel, lakóházzal, műtárgyal gyarapodott. A régi patinás környezet megmentett értékei új épületeket fogadtak maguk közé. A megyeszékhely a városrendezés országos sikere lett. Az építkezés mindig felelősségteljes, izgalmas feladat. Mert középületeket, így áruházakat, kulturális intézményeket, irodaházakat, kórházakat, szállodákat, vendéglátó egységeket, üdülőket, lakóházakat, lakótelepeket, és nem utolsó sorban ipari üzemeket, műtárgyakat, utakat, hidakat építeni egy megyében, az építés több évig tartó folyamatában részt vállalni annyit tesz, mint a jelenben megalkotni a jövőt. Minden építmény évtizedekre, esetleg évszázadokra tanúja, bizonyítéka marad alkotóik ízlésének, szakmai tudásának, munkájuk becsületének. Ezek az érzések, gondolatok hatják át a Tolna megyei Állami Építőipari Vállalat nyugdíjba vonuló dolgozóit, akiket 40-45 munkában eltöltött év után búcsúztat a vállalat vezetősége. És áthatja az életrendje szerint helyükbe lépő ifjakat is, akik hivatásul valamelyik építőipari szakmát választották. A megyei Állami Építőipari Vállalat, rövid nevén a TÁÉV, közel 30 éve alakult a közép- és dél-dunántúli építési feladatok ellátására. Több mint 1 milliárd forint értékű építési-szerelési tervét 3300 fős dolgozógárda számos saját üzem, berendezés és gép segítségével termelékeny és korszerű módszerekkel teljesíti. Az építési feladatok legfontosabbikát, a lakásépítést, nagyrészt panelos építési rendszerrel saját házgyárában előállított fal és térelemekből szerelik össze. A házgyártás a dolgozók nagy részének telepített üzemben iparosított módszerekkel biztosítja a munkát, függetleníti őket az időjárás viszontagságaitól. A fal elemek felületét tapétázásra készítik elő. Beszerelik a festett, üvegezett ablakokat is.
A vizes térelemeket, a fürdőszobát, konyhafalat magában foglaló blokkokat készre szerelik, azaz tapétázzák, csempézik, beszerelik az összes cső és elektromos vezetéket, szerelvényeket. A helyszínen csak a vezetékek csatlakoztatásait kell elvégezni. Ezzel a módszerrel az építési munka mintegy 60%-a már a házgyárban készül el. A fal elemeket különleges szállítóeszközökkel, trélerekkel szállítják az építés helyszínére, jelen esetben Paksra, ahol más vállalatokkal együtt a Tájév építi az atomerőmű több ezer lakásos lakótelepét. Homlokzati panelok felületképzése, a bejárati kapuk, az erkélykorlátok kialakítása, a panelos építés változatos megoldásait példázzák. A csatornák, utak, parkok kivitelezője is Pakson, sőt, bölcsődét, óvodát. Gimnáziumot. Kereskedelmi egységet. És kultúrházat is épített itt. Szekszárdon másik korszerű technológiával, az alagút zsalus építési rendszerrel. Hagyományos módszerrel is épít a Tájév. E sokoldalú építés-szerelési tevékenység a Tájév ipartelepén berendezett, szakosított, jól felszerelt üzemszervezetre, komplex háttériparra támaszkodik. A házgyár és a környékbeli építkezések betonszükségletét a központi automatikus betongyár elégíti ki. Az építőanyagok szállítását speciális gépjárművekkel végzik. A vasszerelő üzemben az acélbetétvázakat hajlítják, ponthegesztik, előszerelik. Itt lányok is dolgoznak. A szerkezeti lakatos üzemben főleg nyilászárókat, korlátokat, acéltartó szerkezeteket készítenek nagyfokú gépesítéssel. Épületgépészeti üzemben többek között a központi fűtés szerelvényeit készítik. A tetők, héjalások, szegélyek, ablakkönyöklők a bádogos üzem termékei. A TMK üzem feladata az építőgépek, berendezések karbantartása, javítása. Ajtók, ablakok, padozatok, lambériák, beépített bútorok készülnek az asztalos üzemben.
Itt végzik el a mázoló. És az üvegező munkák jelentős részét is. Az ácsmunkákhoz központi zsinórpadot használnak. Előre gyártják az épületek műkő elemeit is. A központi raktár tárolási és kiszerelési rendszere a legkorszerűbben gépesített megoldású. Év 18 szakmában évente 2-300-8 általánost végzett és érettségizett fiatalt, elsősorban fiúkat iskoláz be szakmunkás gárdájának kiegészítésére. A tanulók ismereteiket a szekszárdi 505-ös Ady Endre ipari szakmunkás képzőben sajátítják el 3 év alatt. E korszerű oktatási intézményt ugyancsak a Tájév építette. A Dunántúl egyik legjobban felszerelt és berendezett intézetében az elméleti ismereteken túl több szakma gyakorlati munkafogásait, anyagismereteit, technológiáját is oktatják. Gyakorlati oktatás nagy része azonban a Tájév tanépítkezésein, tanműhelyeiben folyik, ahol a legkiválóbb mesterektől leshetik el a diákok a szakmák portéjait, tanulhatják meg a minőségi munka alapvető feltételeit. Külön tanműhelye van a vasszerelőknek, az ácsálványozóknak, az asztalosoknak, a lakatosoknak, víz, gáz, központi fűtés szerelőknek, a villanyszerelőknek, a hegesztőknek, bádogosoknak. Vállalati és diákszállóban kényelmesen laknak a tanulók. Külön szaktanárok foglalkoznak velük a nehezebb tárgyak megértése érdekében. A szakmunkás képzőintézet és a szálló könyvtáraiban szakmai, szépirodalmi könyvek, folyóiratok, napilapok állnak rendelkezésükre.
Számtalan lehetőség kínálkozik a játékra, szórakozásra. A vállalat éttermében kedvezményes étkeztetés illeti meg. A tanulmányi eredményektől függően ösztöndíjban részesülnek a tanulók. A szakmától függő második vagy harmadik évben termelési feladattal bízzák meg a tanulókat. Ezért a munkáért már teljesítménybért kapnak. A vállalat biztosítja dolgozói továbbképzését, például második szakma vagy technikusi képesítés megszerzését. FMTK keretében ötleteikkel, javaslataikkal a fiatalok is bekapcsolódhatnak a vállalat irányításába. A KISZ élet is pezseg. Klub délutánokon, vidám rendezvényeken kerülnek egymáshoz közelebb a fiatalok. Sportolási lehetőség közül választhatnak. Saját tekepályával rendelkezik a táj. Pályabérletet biztosít a céllövészeten. A tájé futballcsapata közismert a Dunántúlon. Dolgozók a vállalat faddombori harkányi vagy balatoni üdülőiben tölthetik szabadságukat. Tájév dolgozógárdája egyetlen nagy család. Az együvé tartozás érzését fokozzák a vállalati juttatások. A kedvezményes étkezés és személyszállítás, az ingyenes munkaruha ellátás, a munkásszálló, az üdültetés és kedvezményes lakásépítési lehetőség. Ezért a sikeres vizsga boldog napja nem csak az iskola befejezését, hanem egy felemelő országépítő munka kezdetét is jelzi, amelyben a fiatalok folytatják és még magasabb szintre emelik elődeik, hagyományait, munkasikereit, hogy ha eljön az ideje,
szeretettel párosult szaktudással adhassák majd tovább, ahogy ők is kapták.